Köszöntöm Önöket, a közügyeket látják. Nincsen új év drágulás nélkül, 2017 is így kezdődik majd az árak emelkedésével. Összefoglaljuk, hogy milyen drágulásokra kell számítaniuk. Aztán, ha a kenyérre nem is jut sok mindenkinek, már szinte cirkuszból van bőven, akár a köztársasági parlamentben is, megmutatjuk a legutóbbi napok eseményeit. Kishegyes ünnepel ma, községnapja van, mutatjuk, hogyan emlékeznek meg erről a napról, illetve milyen tervekkel készül az önkormányzat. Aztán vasárnap végre egy kicsit megpihenhetünk, kezdődik advent, meggyújthatjuk az első gyertyát a koszorún. Ez is a téma ma a közügyekben. És új dokumentumfilmmel várja nézőket vasárnap a Pannon Televízió. Sörös Imre és Pongrácok, ez a címe, hogy miről van szó, azt is megtudhatják, ha velünk tartanak. Kezdünk! Januártól drágul az üzemanyag, egyes luxuscikkek, ezen kívül az áram, és sorolhatnám még a termékeket, mint amilyen a kávé, a cigaretta, az alkohol, de ezen kívül az autópálya díj drágulását is bejelentette az illetékes miniszter. A közgazdászok szerint az árak növekedése a fogyasztás csökkenését eredményezi majd országos szinten, hiszen minden drágább lesz, de a fizetések nem fognak jelentős mértékben növekedni. Ennek kapcsán megkérdeztünk néhány polgárt, hogyan tudják beosztani most a pénzüket, és mi az, ami miről le kell majd mondaniuk, ha további drágulás következik. Illetve egy közgazdásznál afelől érdeklődtünk, hogy mi lehet a bejelentett drágulás sorozatnak az oka. Ha észleljük, hogy néhány dinárral megdrágult valamely általunk rendszeresen vásárolt árucikk, általában még nem esünk kétségbe. Hasonló terméket lehet, hogy másik üzletben a régi áron vagy még olcsóbban megvásárolhatunk. Ám amikor azt halljuk, hogy drágul az áram és az üzemanyag, akkor az összes többi árucikk drágulására kell számítani. Megkérdeztünk néhány újvidéki és temerini lakost, hogyan tudják beosztani a pénzt, és mit tesznek, ha költségvetésük nem, de az árak tovább nőnek. Először közvetlen környezetünkben érdeklődtünk, Aranka néni a legtakarékosabb a családban. Először is a számlákat kellene kifizetni, legelőször azt próbáljuk fizetni, amikor megvan a fizetés, utána meg az élelmiszerre a legfontosabbakat, és akkor utána mire jut, amire nem. Orovec Krisztina, a vajdasági RTV újságírója szerint, ha a jelentősebb drágulás lesz, három gyermekes családként az élvezeti cikkekről kell majd lemondaniuk. Nem tudom, hogy mennyire fog megdrágulni, minden esetre eddig is nem hiszem, hogy valamit változtatna ez a mi pénzbeosztásunkon, tehát alapvetően a számlákat kell először befizetni, és utána jöhet az élelmiszer, ami hát, hogyha ezek szerint megdrágul, akkor talán az élvezeti cikkek kárára fog menni, ami bennünket illet. A vendéglátóipari vállalkozók esetében a drágulás nem csak a családi költségvetést terheli, hanem az üzletmenetnek is árt. A vendéglátóként ez engem elég komolyan érint, mert a vásárlóinknak, hogyha az árak felmennek, ők kevesebbet tudnak költeni a vendéglátóiparban. Egyszerűen nem lesz rá pénzük. A vendéglátás a mai világban már luxus. Tehát olcsóbb otthon megfőzni egy kávét, mint elmenni egy kávézóba meginni 80-100 dinárért. Ha már nőnek az árak, mindenki kénytelen szorítani a nadrág szíjon. De nem árt azt sem tudni, mi az oka az áram és az üzemanyag drágulásának. Az áram azt az a Nemzetközi Monetáris Alap kérte. A benzin drágulása, úgy gondolom, hogy az államnak a jövedéki adóval kapcsolatos bevételek növelése miatt. Az államnak ezek szerint valamivel nagyobb bevétele lesz a nagyobb jövedéki adónak köszönhetően. Ugyanakkor, ha az árak nőnek, a fizetések pedig nem, az a fogyasztás csökkenéséhez vezet, ami szintén nem jó az ország gazdasága szempontjából. Árak növekedése valószínűleg ahhoz fog vezetni, hogy sokkal kevesebbet, ugyanis hát ugyanannyi fizetésünk fog maradni, tehát a fizetésünk dinárban nem fog nőni valószínűleg, és a legnagyobb, az átlagnak nem fog nőni.
egy átlagpolgárnak, és akkor, hogyha ugyanannyi lesz a bevételünk az otthoni kasszába, egyszerűen kevesebbet tudunk majd kiadni valamilyen áruért. Ha ugyanakkor a keretből kell megvenni ugyanazt az árucikket, általános drágulás esetén vagy a gyengébb minőségű termék mellett döntünk, vagy a vásárolt mennyiséget kell csökkenteni, ami nem minden esetben lehetséges. Amikor vásárol a boltban, akkor mennyire nézi, hogy mi mennyibe kerül, vagy mennyire figyel oda, hogy milyen minőségű terméket vesz? Hát általában nézem, hogy amik akción vannak, azokat az árukat veszem meg, így a minőséget, hát nézegetem azt is, de annyira nem, inkább az akciós árakat, azokat vásárolom, ami van akción. Az elképzelhetője, hogyha drágulnak a cikkek, akkor esetleg a rosszabb minőségű terméket lesznek kénytelenek megvenni ugyanazért a pénzért. Hát lehet, hogy bizonyos élelmiszereknél ilyenre kényszerülünk, de alapvetően akkor inkább arra törekszünk szerintem, hogy kevesebb dolgot vegyünk, de az minőséges legyen. Jövő évtől az autópályadíjért is többet kell majd fizetni. Így például a Belgrád és Szabadka közötti szakaszon az eddigi 290 dinár helyett 320 dinárt kell majd fizetniük a gépjárművezetőknek. Ezt már a közlekedésügyi miniszter is megerősítette. Az autópályadíj inkább csak a szállítással foglalkozó cégeket, meg azokat a magánembereket érinti, akik naponta vagy legalábbis igen gyakran használják az autópályát. Az üzemanyag költségek megnövekedése viszont sok magánszemélyt és kiváltképp vállalkozót is érzékenyen érint. Mivel mi pizzériaként dolgozunk és házhoz szállítjuk a pizzát, nálunk rengeteg üzemanyag fogy, és az nagyon meg fogja növelni a költségeinket. Az áremelést ellensúlyozhatja-e a közszférában beígért fizetéskorrekció, vagy a nyugdíjasoknak a minap befizetett egyszeri segély? Ha jól emlékszem, körülbelül egy 40 ezer dináros átlagfizetésnél a korrekció 2,5 ezer dinár lesz. Azt hiszem, hogy ez az oktatásra vonatkozik, tehát a 2,5 ezer dinárból mindenki tudja, hogy mennyit tud vásárolni pluszba. És hogyha meg fognak növekedni az árak, akkor igazán ugye nem is tudnak többet vásárolni. Az egyszeri juttatás az pedig az azt jelenti, hogy csak egyszer fognak kapni 5 ezer dinárt, később pedig ugyanannyi fog maradni, mint az előtt. És az árak pedig magasabbak maradnak, tehát ők nem fognak egyszeri egy hónapban megnőni, hanem magasabbak maradnak. A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján kialakított fogyasztói kosár egy átlagos szerbiai család számára 60 ezer dinárba kerül, míg az átlagfizetés 45 ezer dinár körüli. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a lakosság többsége az átlagfizetésnél kisebb összegért dolgozik, és sok esetben, ha egy négytagú családban ketten is dolgoznak, még úgysem tudják előteremteni a család alapvető szükségleteit kielégítő 60 ezer dinárt. A minimális fizetéskorrekció vagy az egyszeri segély a nyugdíjasoknak nem tudja ellensúlyozni az árak növekedését, így továbbra sem esedékes az életszínvonal növekedése Szerbiában. Láthattuk, lassan már kenyeret sem tudnak majd az egyszerű emberek vásárolni, cirkuszból azonban kijut bőven. Az elmúlt két hétben nem unatkozottak ki a köztársasági parlamenti közvetítéseket néztem. Láthatott pattanásig feszült helyzeteket, egymás leköpését, trágárkodást és lögdösődést is. Kevés hiányzott, hogy a parázs viták verekedéssé fajuljanak. Mindez itt nálunk Szerbiában, Belgrádban. Maga engem nem tegezhet, tiltakozott Maja Gojkovics házelnök, miután Goran Ješić letegezte a parlamentben. Röviddel a jelenet után a házelnök asszony be is rekesztette az ülést. Marian Ristićević a családon belüli erőszakra vonatkozó törvény kapcsán bemutatott egy fotót, melyen mezítelen hölgyeken tálaltak, és többek között ezeken a fotókon a Demokrata párt elnöke is látható. Ezután következett az Elég volt mozgalom parlamenti akciója. A mozgalom tagjai elhagyták a helyüket,
fejüket is folyamatosan tapsoltak. Mája Gojkovics házelnök pedig hiába próbált meg rendet teremteni az ülésen. Végül kénytelen volt azt berekeszteni. Az ellenzék Risztichevics képviselő eltávolítását követelte a parlamentből. Mindazonáltal Mája Gojkovics szerint nem volt alaptalan és indokolatlan Risztichevics érvelése és illusztrációja. To su te fotografije zbog kojih je danas Marijan Rističević napadnut, zbog koga ga je poslanica Macura pljunula i zbog koga su mu psovali majku. Marijan Risztichevics egyébként a Fármá Valóság Show közismert szereplője, és többen az ellenzék tagjai közül úgy vélik, nem méltó a parlamenti képviselői poszt betöltésére, amit az incidens utáni üléseken több alkalommal hangoztattak. Egyébként az ellenzék parlamenti tiltakozása kulturáltan kezdődött november 10-én, amikor az ellenzék egy része elhagyta az üléstermet, mert nem tehettek fel képviselői kérdéseket. Kompletna opozícia, bez obzira na naše političke, ideološke i druge razlike, napustila dan za glasanje i sednicu Narodne skupštine Republike Srbije. To je važna poruka vlasti, da neće moći na ovako bahat način da se vodi Narodna skupština Republike Srbije. A november 10-e ülést a Dveri mellett a Szerb Radikális Párt és az Elég volt mozgalom tagjai is elhagyták. Predsjednica skupštine nije dozvolila poslanička pitanja i cela opozícia ustala i napustila salu. Ovo je nastavak nasilja u skupštini i politika različitih aršina, gde se jedna pravila primenjuju na vladajuću većinu, a potpuno druga pravila za opoziciju. Ovo nećemo tolerisati, biće čitav niz akcija protiv predsjednice Skupštine i načina na koji vodi sednice. Mint kiderült, az ellenzék részéről nem volt üres fenyegetőzés a házelnök és a tisztelt ház elleni akciók sorozata, de az akciók meghiúsulnak, ha a gyanús képviselőket be sem engedik az ülésre. A demokrata párti Bálsa Bozsavics ezen a héten tiltakozott is, amiért a biztonságiak nem engedték be az ülésterembe. Szerinte az egész káosz a parlamentben akkor kezdődött, amikor Risztichevics ülésről való eltávolítását követelte, és jogtalan vele szemben, hogy emiatt nem vehet részt a parlamenti ülésen. A Dveri követelte a házelnök asszony lemondását és Risztichevics eltávolítását. A Szerbiai Szocialista Párt sajnálatát fejezte ki a parlamenti rendbontás miatt. Alekszandar Vučić kormányfő szerint az ellenzék valós argumentumok hiányában így próbálja meg magára felhívni a figyelmet, és szerinte ugyan volt már a parlamentben hasonló eset, de ilyen kirívó példája az erőszaknak még nem történt a tisztelt házban. Valószínűleg már mindenki elfelejtette, hogy egyszer Vojislav Sesely radikális vezért úgy kellett erőszakkal kivinni az ülésről. Egy ülésen éles szócsata alakult ki Boško Obradović és Alekszandar Martinović között, miután Obradović azt mondta, hogy az ész kombájn haladóknak 5 évre volt szükségük, hogy létrehozzák a családon belüli erőszak ellenes bizottságot, és további 5 évet vesztegettek bemelegítésre. Martinović Obradović nyelvezetét kifogásolta, mondván úgy beszél, mint egy kocsmazenész az Ibári főút mellőli kocsmából. Gojkovics házelnök ekkor 2 perces szünetet rendelt el. Alekszandar Martinović haladópárti képviselő szerint is tűrhetetlen a demokrata pártiak és az Elég volt mozgalom tagjainak a viselkedése a parlamentben. Poslanici demokratske stranke su najbrutalnije vređali predsednicu Narodne skupštine gospođu Maju Gojković. Goran Ješić joj je opsovao majku, psovao ju je Balša Božović, a Saša Radulović je sa svojim poslanicima pokušao po ko zna koji put da izazove fizički incident, tako što je krenuo da izlazi iz sale, baš pored klupa gde sede poslanici iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Egyéb kellemetlenség is történt a köztársasági parlamentben. Szintén a múlt héten esett meg, hogy Michael Davenport nem tudta bemutatni az Európai Unió jelentését Szerbia eddigi eredményeiről az unió felé vezető úton, mert a Szerb Radikális Párt tagjai azt kérték, hogy fordítsák le az egész jelentést szerbre. A Dveri szerint pedig lévén, hogy Davenport brit, inkább a Brexitről kellett volna beszámoljon. Mindennek ellenére Davenport kijelentette, továbbra is szívesen eljön a szerb parlamentbe, ha megteremtődnek a feltételek ahhoz, hogy bemutassa a jelentést. Aki úriember, az minden körülmények között úriember marad.
57 évvel ezelőtt alakult meg Kishegyes község, Kishegyes, Bács-Fekete-hegy és Szikics településekből. Szerbia legkisebb községe ma díszülés keretében ünnepelt, melyen a legfontosabb projektumjaikról is beszámoltak. Kishegyes község az Észak-Bácskai körzet középső részén, a Krivaja folyó mentén helyezkedik el a telecskai dombok ölelésében, Topolya és Szent Tamás között félúton. Területe 175 négyzetkilométer, így Szerbiában a legkisebb község. A lakossági összetétele szerint legtöbben magyarok, majd a montenegróiak és szerbek élnek a községben, ahol mindhárom nyelv hivatalos használatban van. Annak idején Kishegyes Topolyához szeretett volna tartozni, Szeghegy Verbászhoz, Bács-Fekete-hegy pedig nem tudta eldönteni, így 1959-ben megalakult Kishegyes község. Ennyi év távlatából én azt gondolom, hogy jó döntés volt, mindhárom településünk jobban tudja ebben a szövetségben érvényesíteni az érdekeit. A község napja alkalmából ünnepi díszülést tartottak ma az önkormányzat tanács termében. A díszülést a község három települése, Kishegyes, Bács-Fekete-hegy és Szikics Művelődési Egyesületei fiataljainak előadása tette ünnepélyesebbé. Márko Lázics polgármester ünnepi beszédében Kishegyes község legfontosabb projektumairól számolt be. Pokrećemo ambiciozan projekat izgradnje fabrike vode, koja će značajno doprineti očuvanju zdravlja naših građana. Jedan od prioritetnih zadataka za poboljšanje života i zdravlja stanovništva je izrada kompletnog projekta za prečistač otpadnih voda i magistralni kolektor fekalne kanalizacije u opštini, koji će biti završen krajem februara meseca 2017. godine. A díszülés keretében egy kis film bemutatásával prezentálták az elmúlt év beruházásait és fejlesztéseit. Fennállásának 57. évfordulóját ünnepli Kishegyes község. Ez alkalomból Szügyi Istvánnal, Kishegyes községi képviselőtestületének elnökével beszélgetünk, üdvözlöm műsorunkban. Kishegyes község az egyik legkisebb község Szerbiában. Mivel jár ez, mennyire előny, illetve hátrány? Hát ilyen értelemben, mint amit mondtad is, Kishegyes község az egyik legkisebb területileg is, létszámba is, és település szempontjából is. Ez, hogy milyen előnyekkel jár, én azt mondom, hogy nem igazán jár előnyökkel, mert minden más ilyen kis település, vagyis hát kis község, akik vannak Vajdaságban vagy Szerbiában, azok érzik a kicsinek a hátrányát. Ez konkrétan abban mutatkozik be, hogy a kis önkormányzatokban, kis községekben az ipar nem igazán van olyan szinten, ahol a vagyis inkább azt mondanám, ami ki tudna elégíteni a község polgárait. Ez Kishegyes községre is vonatkozik. Tehát itt mindig azelőtt és most is az van, hogy főleg termeléssel foglalkoznak a Kishegyes polgárai, tehát mezőgazdasági község vagyunk ilyen értelemben, és tehát feldolgozási kapacitásunk nem is volt, nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre nem is lesz. Tehát én inkább azt mondanám még egyszer, hogy avval, hogy egy kis község esetleg előnyökkel járja az, hogy kicsik vagyunk, és majdnem azt lehet mondani, hogy mindenki mindenkit ismer, nem igazán előny. Ez látszik abból is, hogy a statisztikai hivatal szerint Kishegyes község a kevésbé fejlett községekhez tartozik a mai napig is. Hát normális dolog, mi ezen szeretnénk majd dolgozni, hogy ez minél előbb másképp legyen. Melyek azok az aktuális munkálatok, fejlesztések, amelyek most jellemzik Kishegyes községet? Hát tulajdonképpen mi azt lehet mondani, hogy mertünk relatív nagyot álmodni, és nem csak álmodni, mert már a megvalósításnak a vonalán vagyunk. Konkrétan arról van szó, én két eseményt, vagy két komoly projektumot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy a Kishegyes községbe szeretnénk a vízhálózatot és a vízszolgáltatást községi szintre emelni. Ez azt jelenteni, hogy mind a három település egy közös vonalon fővezetéken kapna az ivóvizet, normális dolog, hogy megfelelő minőségbe és megfelelő mennyiségbe. A másik ilyen projektumunk, ami végek végén szintén a vízhez kapcsolódik, ez pedig a kanalizációnak a kérdése.
Kishegyes községbe, szó szerint mind a három településbe kiépített pár száz méter kanalizáció van. A 70-es években mind a három településen kiépítettek víztisztítót is, de tudomásom szerint ezek a víztisztítók szó szerint a megnyitás napján működtek, és azóta se. Természetesen ezek a technológiák, technikák, ezek mind előregedettek, tehát ezt egyelőre nem is lehet használni, és nem is gondolkodunk ilyenbe, hanem pont ez miatt, amit említettem, hogy úgy a víz szolgáltatásra, tehát a vízvezetékre és a kanalizációra, éppen a napokban írtuk alá az újvidéki székhelyű hidrozávoddal a tervek kidolgozására a szerződést, tehát ezek az én tudomásom szerint körülbelül egy három hónap múlva elkészülnek. Ezek nagyon nagy projektumok, konkrétan ami a nagyságot illeti, tehát magában csak a kanalizáció milliós tételeket jelent, és euróba. Mindenféleképp egy kis községnek, amit már említettem, és konkrétan Kishegyesnek, ez nagyon nagy megterhelés. Tudni kell azt, és ezt ki kell mondani, hogy a kishegyesi község ezt önerőből, saját pénzeszközeiből, költségvetéséből soha nem fogja tudni megoldani. Mindenféleképpen számítunk a tartományi, és nem csak tartományi, hanem köztársasági pénzeszközökre, mert amint említettem, hát mondanám azt, hogy több száz millió dinárról van szó, hogy mind a két projektumot be tudjuk fejezni. Azt is ki kell mondani, és tudni kell, hogy ezt nem lehet egyik napról másikra megoldani, mert hát úgy a vízvezetékről, de főleg a kanalizációról már 20 éve mindig csak beszélgetünk, meg jó lenne csinálni, nem tudom mi, és akkor azt lehet mondani, hogy mindig az volt, hogy hát nincs meg a megfelelő momentum, hogy ezt elindítsuk. Mi most úgy gondoltuk, hogy itt van a helyzet, és itt van a momentum, hogy ezen kell dolgozni, és én azt hiszem, amit említettem, hogy évekre előre ezek a két csapásvonal, tehát a víz és a kanalizáció meg fogja határozni a kishegyesi beruházásokat. Ami szintén érinti a vízhálózatot, de egyéb más munkálatokat is, kommunális munkálatokat, az most a kommunális közvállalat megalakulása. Mit jelent ez, és mikor fog életbe lépni, tehát mikor fogja megkezdeni így központosítottan kommunális közvállalatként ezeket a szolgáltatásokat a község? Hát igen, tulajdonképpen ez idáig Kishegyes község területén egyetlen egy kommunális közvállalat működött, ez a telekrendezés és útügyi közvállalat, de ő egyáltalán kommunális tevékenységeket ugye nevéből is kifolyólag nem végzett. Az elmúlt időszakban a községi képviselőtestület több határozatot is hozott, avval kapcsolatban, hogy egy községi kommunális közvállalatot alapít, ami a vízszolgáltatástól kezdve a közterületek karbantartásig mindent fölölelne. Szerintem megint azt lehet mondani, hogy megint eljött az a pillanat, momentum, hogy már helyszinten működő két lokális közvállalatot szó szerint beleolvasztottuk, vagy bele fogjuk olvasztani, mondanám azt, hogy két héten belül ebbe az új közvállalatba, és tulajdonképpen azokat a tevékenységeket, amit a Bács-Fekete-hegyi ekokommunál és a kishegyesi kiskommunál végzett, ezeket a tevékenységeket tovább fogja folytatni, de már mint közvállalat. Köszönöm szépen a beszélgetést, a közügyeknek Kishegyesről Plul Krisztina tudósított. Vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát, az adventi koszorún, és kezdetét veszi az advent időszak, amelyre mindenki másként készül. Zentána a község idegenforgalmi szervezete idén közös adventi gyertyagyújtást szervez az érdeklődők számára. Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak, azaz a várakozás időszaka, amely az eljövetelben írja el jutalmát. Az adventi időszakra a megkérdezettek közül többen többféleképpen készülnek.
Mi minden évben nagyon várjuk az advent időszakát. A kisfiam nagyon szeret díszíteni, készülődni, mindig készítünk szép koszorúkat, földíszítjük a házat, együtt van a család, sütünk, főzünk, és nekünk ez egy ilyen meleg, meghitt dolog. Az adventi időszak fontos kelléke az adventi koszorú, amelynek ősét 1839-ben Johann H. Wichern, német evangélikus lelkész készítette el. Egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, amelyek közül minden nap egyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában kör alakú, amelyet 4 gyertyával díszítenek. Mint tudjuk, az adventi koszorúnak a hagyományos színe a 3 lila gyertya és az 1 rózsaszín, mai az egyház szerint. Mai nap is valaki ragaszkodik azokhoz a színekhez és a hagyományos kerekformához, de sokan követik már a trendet. Az idei évnek a színe a rózsaszín és a türkiszkéknek a kombinációja. Használjuk mi is ezeket a színeket, gömböket, gyertyákat is, és ezeket kiegészítjük ilyen mindenféle száraz kiegészítő termésekkel. Valaki szereti, hogyha tiszta, natur jellegű az adventi koszorúja, azokba gömböket persze nem teszünk, csak a száraz terméseket, természetes alapanyagú masnikat, rafiából. A hagyományos kör alakú adventi koszorúkat azonban sok esetben a legkülönféle formájú asztaldíszek is helyettesíthetik. A kerekkoszorú formákon kívül még vannak ilyen vessző, hosszú tálak, azokra is most nagyon divat az adventi koszorú, akkor üvegtálak, kaspókba, akkor üveg, átlátszó üvegekben ilyen homokos dekorációval kombinálva, szintén 4 gyertyával. A gyertyaformák azok a vékony kis keskeny hosszú gyertyától a gömbgyertyákig, a vastagabb hengergyertyák, ezek mind mennek, ez mind igényektől függően. A lakosság körében vannak, akik a hagyományos elemek tiszteletben tartására helyezik a hangsúlyt, de olyanok is akadnak, akik inkább modern elemekkel díszítik az adventi koszorújukat. A kerekségre, tehát az összetartásra és a szeretetre, egymás megbecsülésére és arra, hogy azért mindig álljunk ki egymásért, és tudjuk azt is, hogy a családtagokat, a barátokat, tehát állandó jelleggel védjük, óvjuk. Nem igazán vagyunk hagyományhűek, mindig valami extrát találunk ki, meg ugye belevisszük a kisfiamnak, az 5 éves kisfiamnak a kreativitását is, úgyhogy ilyen inkább szedett-vedett dolgok, de olyan családias. Zentán a község idegenforgalmi szervezete idén közös adventi gyertyagyújtást szervez az érdeklődők számára. A programsorozat első rendezvényét advent első vasárnapján, vagyis november 27-én 18 órától tartják meg a Városháza oszlopcsarnokában, ahol a város adventi koszorúján meggyújtsák az első gyertyát. Minden évben próbálunk tovább lépni valamelyest a karácsonyi kavalkád rendezvénysorozattal, és úgy gondoltuk, hogy a közösségépítés szempontjából már a karácsonyi időszakot megelőzve lehetne egy-egy alkalmi programmal bővíteni a karácsonyvárást, és ugye ez nem egyedülálló dolog, tehát számos település már ezeket a műsorokat bevezette a téli időszakba, és úgy gondoltuk, hogy Zentának is érdekes lehetne talán egy ilyen az adventi időszakban egy közös ünneplés. Ezek rövid programok lesznek, tehát hogy egy-egy gyertya meg lesz minden vasárnap gyújtva a Városháza aulájában, és ugye a negyedik az pedig már a karácsonyi vásár keretein belül lesz meggyújtva. Rövid zenés programokkal készülünk, és igazából arról szólna a történet, hogy egy kicsit az emberek kimozduljanak, és vasárnap délután, ha van kedvük, akkor a Városháza aulájába betérve egy kis ünnepi hangulatba keveredjenek. Javában folynak az idei sorrendben 5. karácsonyi kavalkád előkészülete is, amelyet 17-e és 23-a között tartanak meg a város főterén.
A karácsonyi kavalkád az már megszokottan a Városháza előtt a főtéren kerül megszervezésre. Az elmúlt néhány évben úgy érezzük, hogy egyre kedveltebb ez a rendezvény, úgyhogy a szokásos forradbor, kézműves vásár, különböző karácsonyi ajándékok, és ezen kívül pedig a betlehemes találkozóval próbáljuk még meghittebbé varázsolni a karácsonyi vásárt. A karácsonyi ünnepeket az általunk megkérdezett zentaiak túlnyomó többsége családi körben kívánja tölteni. Karácsonyt családi körbe szeretném ünnepelni, minden évben szigorúan összehívom a rokonságot, barátokat, el szoktunk menni szintén, kollégákhoz is, ahol hívnak. Tehát én szerintem ez egy nagy ünnep, amelyet mind tisztelem. Szerintem a karácsony az egyik legszebb, meg a legmeghittebb ünnep egyébként, és hát mi nagy odafigyeléssel lássuk egymás óhajait, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megadjuk a módját a karácsonyfának és a kiválasztásnak, a díszítésnek, meg az ajándékozásnak különösen. Úgyhogy szerintem ettől szebb ünneptám nincs is. Szép ez a karácsony, a fadíszítés, meg az ajándék átadás egymásnak, az egy nagyon meghitt szép este mindig nálunk, az egész család, aki lehet idehaza, az együtt van, és akkor egyszerre adjuk egymásnak oda az ajándékokat, és a gyerekeknél az az öröm látni, hogy milyen örömmel bontsák ki, tehát az tényleg megéri az embernek mindent. Ez ér az életben legtöbbet, amikor a család együtt van, meg a szeretet egymás közt. A karácsonyi időszak a jótékonykodás időszaka is, éppen ezért az általunk megkérdezettek többsége idén is igyekszik lehetőségének mérten segíteni a rászorulóknak, ilyen módon kísérelve megszebbé tenni számukra is a karácsonyi ünnepeket. Vendégem a stúdióban pedig Móricz Árpád református lelkipásztor Bácskosútfalváról, Észak József plébános Szabadkáról, a Munkás Jézus templomból. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Önök hogyan készülnek a vasárnapra, illetve az egész adventi időszakra? Tessék. Hát klasszikus formában úgy van, hogy a 4 adventi vasárnap előzi meg a karácsonyt, és akkor ilyenkor amellett, hogy a vasárnap is az adventről szól, illetve az egyházi esztendőnek a kezdéséről, amellett délután este is van esti adventi istentiszteletünk, amikor a gyermekek jönnek, szavalnak, és akkor kicsit ez ilyen oldottabb és már szenteste ízű, egy kicsit ez az est, és akkor így készülünk a 4 adventi vasárnapon. És ennek? Mi is megpróbáljuk a katolikus liturgia azon szép eszközeit idézőben felhasználni a készületre, amik adottak, nem csak az adventi koszorút, hanem a visszafogottságot, a csöndöt, a sötétet, hajnali miséknek a titokzatosságát. Ugye ilyenkor reggel 6 órakor misézünk a hagyomány szerint, sötétben kezdjük a szentmisét, a hétköznapi szentmiséket, hogy aztán pont mire az áldozáshoz érünk, a szentmise talán legfontosabb pillanataihoz, addigra keljen föl a nap, és addigra kezdjen derengeni egy kicsit a hajnal fénye. Ezeket az eszközöket próbáljuk meg arra felhasználni, hogy ne a ma világban megtapasztalható karácsonyi elnézés a szóért őrület ragadjon magával bennünket is, hanem pont az a készület, ami miatt az advent egyáltalán belekerült a naptárba. És szabad ilyet kérdezni magánemberként, hogy készülnek? Mert hogy nyilvánvalóan hivatásukból kifolyólag van egy csomó rituálé, ha szabad így mondani, szertartás, ami hozzátartozik ehhez, de emberként hogyan lehet minden évben újra és újra megélni ezt az ünnepet? Hát tulajdonképpen nehéz kérdés az, hogy minden esztendőből valami, tehát a fölfrissíteni és a régen mondott és régen ismert témákhoz új gondolatokat találni. De végül is ez egy élethosszig tartó folyamat, mert minden vasárnap is tulajdonképpen egy ilyen történet, hogy valamilyen szinten újjászülettünk és új erőt kérünk. Hál' Istennek van honnan kérni ezt az erőt, és akkor az adventben is ugyanez a történet, hogy akkor is tehát egy lelki megújulást kérünk, és úgy mélyedünk el, hogy abban a várakozásban tudjunk megújulni, amiről szól az advent. Tehát főleg, hogy ugye az advent
az indítása az egyházi esztendőnek, tehát lezárjuk a most volt ugye az utolsó vasárnapja az egyházi esztendőnek, és akkor egy lezárás, egy elcsendesedés, és ugyanebből az elcsendesedésből egy indulás az új felé, tehát ez, amiből táplálkozunk. És megtapasztaljuk azt, lelkipásztorok, hogy ugyanen emberek vagyunk mi is, mint az összes többi hívő, akkor, amikor a saját lelki fölkészülésünkről van szó. Van egy ilyen gyönyörű bibliai idézet, amikor azt mondja az apostol, hogy értetek vagyok pap, de veletek együtt vagyok keresztény. Tehát megpróbáljuk mi is magánemberként ugyanazt a készületet gyakorolni, amit a híveknek mondunk. Én személy szerint próbálok egyikében az egyik, másikében a másik aspektusát megkeresni az adventnek, ami úgy érzem, hogy egy kicsit a sajátom, vagy sajátom lehet. Ugye mi fölfogásunkban azt hiszem, hogy ebben osztozunk a testvéregyházakkal is. Az adventnek olyan hármas aspektusait próbáljuk meg a várakozásunkban megélni, ami egy kicsit túlmutat azon az általános várakozáson, ami a világban ilyenkor meg a kirakatok földíszítésében tetten érhető. Tehát megpróbálunk emlékezni arra az eseményre, ami történt sok ezer évvel ezelőtt, amikor a választott nép évszázadokon, évezredeken keresztül várta a messiás érkezését, mi is várjuk, azonosulunk velük a várakozásban. De várjuk, hogy lelkileg tényleg megszülessék december 25-én, minden esztendőben. Úgyhogy tényleg újjá szülessünk, és megpróbáljunk valahogy újra átélni azt a csodát, hogy találkozhatunk az Isten ígével. És próbáljuk figyelmeztetni magunkat arra, hogy Krisztus megígért, hogy eljön még egyszer, és akkor nem olyan szelíden, nem feltétlenül olyan szelíden, mint a betlehemi jászóba fekvő kisded, hanem ítélni ezt a világot, és arra is egy állandó készületben kell tartanunk magunkat, mert az advent nem fog véget érni, vagy célba érni december 25-én, hanem az egészen életünk végéig tart. Hozzá kell tegyem még, hogyha szabad, akkor egy negyedik adventet, amit mindig úgy érzem, hogy nagyon fontos elmondani. Tehát ez a három, amit most elmondtál, atya. Emellett arról szoktam beszélni, hogy egy ilyen felismerés, amit megkaptam, hogy Istennek is adventje van. Ugyanis ő is arra vár, hogy mindezzel, amivel ő cselekedett a világban, hogy az ember válaszoljon erre, és elfogadja azt, amit ő fölkínált. És tehát Istennek is adventje van, várakozik ránk a mi válaszunkra, hogy mi is döntsünk ő mellette. És persze, tehát ugyanott az adventben ez nagyon beépülő gondolat, és elő lehet ezt hozni. Ugyanakkor azt lehet észrevenni a mi mindennapi kis világunkban, hogy ahhoz képest, hogy az advent az maga a várakozás, már az adventi időszakot is előre hozzuk, mert már mióta karácsonyfák és egyebek vannak a nagy üzletközpontokban, már készülnek a listák, a bevásárlási listák, a teendők, mindenki ezzel foglalkozik. Mit gondolnak, hogyan lehetne ezzel a ténnyel, vagy kell ezzel a ténnyel valamit kezdeni? Vagy ez így jó? Hát nem jó alapvetően, mert... De nyilván nem mondhatjuk azt, hogy ne kezdjétek árulni még a karácsonyfát november közepén. Hát az elvilágiasodásnak ez egy olyan mértéke, amivel harcolunk tulajdonképpen, akár itt a kontinensen, akár a szűkebb hazánkban, akár az egész keresztény világon, mert tehát nehéz a pénz, az anyagiak ellen küzdeni, és ez a karácsonyi őrület, amit az atya is imént mondott, meg ez az adventnek az előhozása, az pont erről szól, tehát az anyagi érdekekről, hogy minél többet eladjunk, ugye Black Friday, éppen ha jól tudom, ma Black Friday van, akkor, és akkor ilyen szamárságokat másodpercek alatt át tudunk venni, és az anyagnak és a földi dolgoknak a bűvületében elmerül az ember, tehát nagyon nehéz küzdelem ez, hogy akkor egy távlatot mutassunk az embereknek, hogy hát mind az, amit ma meg tudtok vásárolni, ami az egész életetek, hát ez egy töredék, egy másodpercnyi ideje a létezéseteknek. Ne csak ezzel foglalkozzatok, ezzel is rendben van. De az arányt őrizzétek meg. Tehát nyilván nem vagy-vagy, hanem az ésnek egy jó arányát kellene megtalálni a mindennapokban. Ez persze, lehet nem, mert készülni kell, mert december 24-én este nem kezdhet el az ember boltba járni és ajándékot venni a szeretteinek. Logikus, tehát azért valami készület szükséges. De nekem az jutott eszembe, hogy nem csak a fekete péntek van ma, hanem a mi naptárunkban Alexandr Szent Katalin vértanúnak az ünnepe is, aki viszont a maga vértanú időszakában mutatta meg, hogy hogyan lehet szembe menni az elvárásokkal és egyfajta társadalmi normával a római birodalom időszakában. Tehát végül is megtehetjük ma is azt, és nagyon sok ifjúsági lelkipásztornál láttam ezt, ha nem is
vezér gondolatként, de időről ide előhozott témaként a fiatalok számára, hogy legyünk vagányak. Abban is megmutatkozhat a mi vagányságunk, hogy mi otthon adventet tartunk, és nem karácsonyt most december elején. Hát legyünk minél többen akkor vagányok, én ezt tudom mondani. Igen. Most ennyi fért bele, visszatérünk még az ünnepkörben. A témához is visszavárjuk Önöket. Köszönöm, hogy eljöttek. Áldott adventet. Új 56-os dokumentumfilmmel jelentkezik a Pannon Televízió, Sörös Imre és Pongrácok, ez a film címe, amit vasárnap láthatnak majd. Nézzük meg egy jelenetet most ebből a filmből. Amikor mi megérkeztünk Amerikába, nagyon-nagyon sokan, nem csak az örmények, hanem úgy általában az amerikai nép, írók is voltak, két ír családra emlékszem nagyon jól, akik szorgalmasan segítettek úgy a nyelvben, mint a lakás teremtésben, mint a munka teremtésben, stb. Szóval nagyon befogadó emberek voltak. És ezeknek az embereknek mi nem tudjuk visszahálálni azt a munkát, azt a szívességet, amivel ők minket vendégeltek jóformán. Szóval én azt képzelem, hogy nekem és nekünk valamilyen szinten feladatunk ezt meghálálni nekik, de úgy, hogy mi továbbadjuk. És őszintén valamilyen szinten a Sörös Imre meg a Renner Péter is ebbe a kategóriában van, hogy nyilvánvalóan mi személyesen ezt nem tudjuk meghálálni nekik. De azt az elvet, amivel el tudom képzelni, hogy ők éltek, és azt a kívánságot, amit abban az időben nem csak ők, hanem sok mások, akár nagybátyáim is, vagy szüleim kívántak, ezt mi éljük. A hétvégén tehát új dokumentumfilm a Pannon Televízió műsorán, Sörös Imre és Pongrácok. Vendégem a stúdióban pedig Kozma Zoltán, a Pannon Televízió főszerkesztője, aki a film szerkesztő rendezője. Az interjút felvételről látják. Szervusz Zoli, köszönöm, hogy bejöttél. Szervusz, köszönöm a nézőket. Kezdjük azzal, hogy ki volt Sörös Imre és kik a Pongrácok. Erről egy 42 perces film készült, de el lehet itt talán rövidebben is mondani. Sörös Imre temerini származású magyar ember, aki a 1956-os magyar forradalmi szabadságharc végén a forradalomban résztvevő magyarokat, illetve hát a pongrácokat és még több embert is kijuttatott külföldre, főként Ausztriába. A pongrácok pedig az 56-os magyar forradalom emblematikus figurái voltak. 8-an voltak testvérek, idézni tudom történész
a történészt, aki azt mondta, hogy a Pongrácz testvérek voltak, őket úgy hívták 56-ban, hogy a szabadság angyalai, ahol ők megjelentek Budapesten, ott mindig történt valami, mindig föl sejlett a szabadság szikrája. Ők Pongrácz Gergely volt a Korvin köz főparancsnoka, és róluk szól, illetve Sörös Imréről, illetve az ő életútjukról. Hol forgattál, kikkel forgattál? Kiskunmajsán az 56-os múzeumban, Kozma Huba történész vezeti végig a filmet, illetve Sopronban Magas László erdészmérnökkel, aki megmutatta, hogy hol és hogyan jutottak át a magyarok annak idején az osztrák-magyar határon, amely kezdetben még könnyebben átjárható volt. Érdekes volt látni azt a kerítésdarabot, ami akkor még az osztrák-magyar határ mentén volt, és hogy ott hogy jutottak át az emberek, illetve forgattunk Temerinben, Sörös Imre szülőházánál, Csorba Béla történésszel, beszélgettünk helytörténésszel, illetve a film kedvéért hazajött Pongrácz Ernő, idősebb Pongrácz Ernőnek a fia, ifja Pongrácz Ernő, aki 2 éves volt akkor, amikor őt a nyakában vitték át a határon. Ő jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él, és most a forgatás kedvéért is hazajött Magyarországra. Milyen volt neked vele találkozni? Érdekes élmény, mert egy teljesen más életfelfogás az övé. Ő ugye 2 évesen már az amerikai valóságban nőtt fel, viszont 81-ben, azt hiszem jól emlékszem, 81-ben jött haza először Magyarországra, most pedig már lakása van, tehát azért, hogy a szíve hazahúzza. Ő először járt Szerbiába velünk együtt, ugye, amikor elmentünk Temerinbe, illetve Kiskunmajsán ott a Pongrácz Gergely közhasznú alapítvány által működtetett 56-os múzeumban is voltunk, ami ugye az ő nagybátyjának tehát ő segített ezt a múzeumot létrehozni. Érdekes élmény volt, kicsit együtt elevenítettük fel az ő életét, a filmen keresztül ismerte meg ő is egy kicsit azt, hogy ő hogyan került ki Amerikába, mert ugyan sokat beszéltek róla, de pontos dokumentumok azok most kerültek elő. Most érdekes, hogy hozott egy koffert tele fényképekkel, és együtt vettük elő és néztük. Érdekes. Mélyreható, inkább azt mondom. Ez a film, ez inkább az ő sorsukat mutatja meg, az emberi oldalát, vagy pedig a történelmet, ami hát ugye átjött ide a Vajdaságba is, vagy inkább Vajdaságból is átment Magyarországra? Inkább emberi sorsokat mutat, és inkább azokra a kérdésekre válaszol, hogy kik voltak a pongrácok, és mit akartak, és hova lettek. Illetve, hogy Sörös Imre személyében van egy olyan hőse Vajdaságnak, akiről kevés szó esett eddig. Ugye 56 budapesti vonatkozásairól szerintem már mindenki tud, meg bár nem lehet, úgy lenne. Jó, de nem lehet eleget mondani, meg mesélni róla, de akkor is azt mondom, hogy azt azért jobban ismerik az emberek, de szerintem kevesen tudják azt, hogy Vajdaságból volt egy ember, aki annak reményében, hogy majd az egyetemre beirathatják, vagy beiratkozhat az egyetemre, ezért vállalta, hogy ilyen futárszolgálatot teljesít, és kiviszi ezeket a felkelőket nyugatra. És igen, a filmnek egy része arról szól, hogy ki volt Sörös Imre, arról szól, hogy mit tett, de egy jelentős része a filmnek arról is szól, hogy mi lett a pongrácokkal Amerikában, tehát hogy ők hogyan tudtak új életet kezdeni. Érdekes történet, hogy amiután kimentek Amerikába, még mindig együtt maradt a család, manapság pedig 2 nagy esemény van a Pongrácz család életében Amerikában, amikor ők mindig összejönnek. Az egyik ilyenre meghívást is kaptunk, remélem, hogy egyszer eljutunk majd oda is forgatni. Melyik ez? A 2, amelyiket választjuk, de az egyik a függetlenség napja július 4-én, ugye mondtam, hogy Amerikában nőttek ők már fel, tehát nekik ez egy nagyon fontos ünnep. A másik pedig a karácsony. De most mivel karácsonyt, ezt inkább mi itthon szeretnénk tölteni, úgyhogy úgy beszéltük meg, hogy majd egyszer függetlenség napján ki fogunk menni hozzájuk, ha Isten is, meg a pénz is, meg mindenki úgy akarja. Akkor talán ezt meg tudjuk mutatni, de a lényeg az egészben az, hogy ők 150-200 pongrác abból, akik kimentek, a 7-8 testvérből, ennyien, most már 150-200-an vannak, és egy egységes közösséget alkotnak, és ilyenkor összejönnek, és megtartották identitásukat, még a családjukat együtt vannak. Csak nagyon röviden még Sörös Imréről, illetve pontosabban arról, hogy a temeriniek mennyire ismerik őt, mennyire van neki kultusza, van-e egyáltalán, mit láttál a terepen? Sörös Imréről megemlékeznek mindig az 56-os forradalom kapcsán. Pont erről beszéltem, hogy szerintem még Temerinben sem tudják nagyon, hogy Sörös Imre ekkora szerepet játszott.
nem a forradalomban, hanem abban, hogy a forradalom hősei nem végezték akasztófán, vagy nem végezték golyó általi halál. Tehát nem lőtték le őket, mert ugye nagy megtorlások voltak Magyarországon, és szerintem a pongrácok pont ilyen sorsa jutottak volna. Nem hiszem, hogy tudnak eleget az emberek erről. Matuska Márton foglalkozott vele sokat, Csorba Béla foglalkozott vele sokat, de úgy valahogy kimaradt Sörös Imre eddig, és ennek szerettünk volna. Inkább szeretünk volna egy kicsit hiánypótlóak lenni, és szerintem sikerült. Kikkel készítetted a filmet? Hála Istennek a Pannon RTV mindenben támogatott, ezért köszönet jár az intézménynek. A pannonos operatőrökkel, vágókkal, név szerint több operatőröm is volt, Tímár Zsoltal, Szalai Adriánnal, Huszár Dániellel, Rafai Csabával, Vágó György Zukovics volt, ő is nagyon szép munkát végzett, ahogy az operatőrök is. Illetve hát ugye többen közreműködtek itt a gépírótól kezdve a sofőrig, tehát azért egy komoly munka folyt. Más, mint a napi gyártás, sokkal szövevényesebb, hogy úgy mondjam, több munkát igényel. Izgulsz-e a bemutató miatt olyan értelemben, hogy szerkesztőként én is azt várom, hogy van-e valamilyen visszhangja annak, amit az ember csinál, hogyha egy olyan film készül el, ami vajdaságról szól, egy olyan dologról, ami nem közismert, vagy kevésbé ismert, és akkor szeretem hallani a visszajelzéseket. Te ilyen értelemben várod-e a filmnek a bemutatását? Hát várom is. Izgulni nem izgulok, mert én már 26-szor megnéztem, tehát én most már körülbelül vágás közben, most a 26 lehet, hogy kevés is, amit most mondta, tehát már így mondatról mondatra tudom, hogy miután mi következik, de az első bemutatója megvolt már a filmnek, igaz, hogy nem nagy közönség előtt, hanem amikor ezt bevágtuk, akkor én átmentem ismét Kiskunmajsára, és Pongrácz Adni pedig hazajött ismét Amerikából, de nem csak ez miatt, hanem egyébként is vannak most már Magyarországon dolgai. Ő leült, végignézte ezt a 42 perces filmet, és a végén elsírta magát, hogy... Tehát ő egyébként is egy érzékeny ember, ha ezt így elárulhatom. Tehát remélem, hogy átjön ez másoknak is, hogy ez mekkora tett volt az, amit Sörös Imre tett, és hogy kicsit én azt mondom, hogy ha ő nincs, akkor ma nincs 56-os múzeum Kiskunmajsán, nincs 56-os tábor, mert hogy akkor a pongrácok talán nincsenek is már meg. És hála Istennek, hogy volt. És őnek így próbálunk egy emléket állítani. Én nem vagyok az izgulós fajta, én remélem, hogy az embereknek tetszeni fog. Hát ha meg nem, akkor is lemegy. Tehát... Mikor? Vasárnap este 8:30. Nézzék majd meg önök is. Neked köszönöm, hogy bejöttél. Ez volt mára, és erre a hétre a közügyek. Köszönjük a figyelmüket, várom önöket holnap, illetve hétfőn 18:05-től. Szép hétvégét!